Szeptember 18-a úgy indult, mint Budapesten bármelyik másik nap. A napfény csillogott a Dunán, meleg fénnyel vonva be a várost. A napok óta tartó esőzések miatt megáradt Duna vészesen gyorsan emelkedett. A város kénytelen volt lezárni a Margit-szigetet, mivel az árvíz elkezdte elönteni az alsó sétányokat és zöld területeket. Tudták, hogy gyorsan kell cselekedniük a lakosok és a látogatók biztonsága érdekében. Aggodalommal töltötte el a várost. A rendszerint nyüzsgő Margit-sziget kísértetiesen kihalt volt. A lezárás bejelentésével a hatóságok azonnal akcióba lendültek, szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be a sziget biztonsága és a közbiztonság garantálása érdekében. A rendőrség lezárta az összes bejáratot, beleértve az ikonikus Margit hidat és az Árpád hidat is, megtiltva a gépjármű és a gyalogos forgalmat. A magyar és angol nyelvű táblák figyelmeztettek a lezárásokra, hangsúlyozva az emelkedő víz jelentette veszélyt. A járőrhajók a sziget elárasztott részein közlekedtek, ügyelve arra, hogy senki ne rekedjen a gyorsan emelkedő vízben. A városi tisztviselők ismételten hangsúlyozták, hogy be kell tartani ezeket a korlátozásokat. Az árvizet, hangsúlyozták, nem szabad alábecsülni. A rendszerint barátságos Margit-sziget most tiltott zónává vált. Ismerős ösvényei és nevezetességei a zavaros árvíz alá süllyedtek. Ahogy a helyzet kibontakozott, Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere televíziós beszédben szólította meg a várost. Arcán az aggodalom tükröződött, ami a helyzet súlyosságát tükrözte. Biztosította a lakosokat, hogy a város mindent megtesz a válság kezelése és biztonságuk garantálása érdekében. Példanélküli helyzettel állunk szemben, ismerte el. De szeretném biztosítani önöket, hogy felkészültünk. Vázolta a város több ponton támadó megközelítését az árvíz kezelésére, beleértve a további árvízvédelmi vonalak kiépítését a Duna mentén, valamint a sebezhető területek megerősítését. A főpolgármester hangsúlyozta a közösségi együttműködés fontosságát ebben a nehéz időszakban. Arra kérte a lakosokat, hogy a hivatalos csatornákon keresztül tájékozódjanak, kerüljék a szükségtelen utazásokat, és tartsák be a biztonsági előírásokat. Szavai, amelyeket nyugodt határozottsággal adott elő, a nagyon szükséges megnyugvást nyújtottak az aggódó városnak. A Margit-sziget lezárása és az emelkedő árvíz felborította Budapest tömegközlekedését. Több busz és villamos vonalat kellett felfüggeszteni. Az ingázóknak alternatív közlekedési módot kellett keresniük, ami túlzsúfoltsághoz vezetett. A kijelzőkön villogtak a járatlemondások. A város gyorsan reagált, hogy enyhítse az ingázókra gyakorolt hatást. A Margit-sziget lezárását mélyen megérezték a budapestiek. A sziget sokkal több volt, mint pusztán zöldövezet, szerves részét képezte a város szövetének, beleszőtt a történetébe, kultúrájába és a mindennapi életébe. A Margit-sziget generációk óta Budapest játszótere és menedéke volt. Terjeszkedő gyepfelületei, árnyas sétányai és vibráló virágos kertjei kellemes kikapcsolódást nyújtottak a város nyüzsgéséből. Rekreációs jelentőségén túl a Margit-sziget történelmi és kulturális értéket is képviselt, számos történelmi emléknek ad otthont. A sziget lezárása tehát nem csupán logisztikai kellemetlenséget jelentett, hanem érzelmi csapást is. Keményen emlékeztetett a természet kiszámíthatatlan erejére, és arra, hogy még a legkedvesebb helyek is milyen sebezhetőek. A Margit-sziget lezárása reakciók hullámát váltotta ki Budapesten. A sziget sorsa miatti aggodalom kézzelfogható volt. Szívszorító látni a szigetet így, osztotta meg Anna, egy helyi lakos. A közösségi média platformok pezsegtek az aktivitástól.
A városban mindenütt érezhető volt az egység és a közös aggodalom. Ahogy az árvíz leapadt, Budapest városa megkezdte a helyzet mérlegelését és a tapasztalatokból való tanulást. Az árvíz rávilágított a felkészültség fontosságára és a robusztus árvízvédelmi rendszerek szükségességére. A főpolgármester hangsúlyozta a több oldalról támadó megközelítés szükségességét az árvízvédelem terén, beleértve a fejlett árvíz előrejelző rendszerekbe való befektetést és a meglévő árvízvédelmi rendszerek megerősítését. A város megígérte, hogy javítja a katasztrófákra való reagálás mechanizmusait, biztosítva a gyorsabb és hatékonyabb kommunikációs csatornákat a lakosokkal. Tájékoztató kampányokat terveztek, hogy felvilágosítsák a polgárokat az árvízvédelmi intézkedésekről. A 2024-es árvíz figyelmeztetésül szolgált Budapest számára, rávilágítva a proaktív tervezés és a közösségi részvétel fontosságára. A napokig tartó aggódó várakozás után a Duna vize végül visszahúzódott felfedve az árvíz pusztító erejét a Margit szigeten. A sziget bár sebesült volt, de távol állt a legyengüléstől. Budapest lelke, amelyről a rugalmasság és a eltökéltség ismert, megmutatkozott a hatalmas takarítási és helyreállítási munkálatokban. A városi dolgozók, akikhez önkéntesek csatlakoztak Budapest minden részéből, ellepték a szigetet, felfegyverezve magukat lapátokkal, seprükkel, és azzal a közös elhatározással, hogy helyreállítják szeretett parkjukat. Eltakarították a törmeléket, felsöpörték az ösvényeket, eltávolították a kidőlt fákat, erőfeszítéseikkel visszahozták az életet a szigetre. A nevetés és a beszélgetés ismerős hangjai lassan visszatértek a Margit szigetre. A kocogók visszafoglalták az ösvényeket, a családok visszatértek, piknik-takarókat terítettek le a száradó fűre. A Margit sziget újranyitása, bár kezdetben csak részleges volt, Budapest ellenálló képességét szimbolizálta. A 2024-es árvíz, bár kihívást jelentett Budapest történetében, feltárta a város igazi lelkületét. Bemutatta lakóinak egységét, ellenálló képességét és rendíthetetlen elszántságát. A Margit sziget helyreállításán fáradhatatlanul dolgozó önkéntesek százai a város és lakói közötti mély kötelékről tettek tanúbizonyságot. Idegenek lettek barátokká, akiket egy közös cél egyesített, nevetésük és bajtársiasságuk visszhangzott a törmelékek között. Az árvíz próbára tette Budapestet, a végsőkig próbálta erejét. Mégis a város erősebben került ki belőle, lelke töretlen maradt. A 2024-es árvíz, bár felforgatta az életet, a változás katalizátorává vált Budapesten. Újra értékelésre késztette a várost a Dunával való kapcsolatáról, felismerve, hogy az együttélés ezzel a hatalmas folyóval a hatalma iránti tiszteletet követeli meg. A jövőben Budapestnek egyensúlyt kell találnia a Duna által kínált gazdasági és rekreációs előnyök kihasználása és a természetes folyamatok tiszteletben tartása között. A város jövőjét az árvízből levont tanulságok fogják alakítani. Olyan jövő lesz ez, amelyben a fenntartható városfejlesztés, a robusztus infrastruktúra és a közösségi részvétel központi szerepet játszik. A folyó, amely állandó szereplője Budapest történetének, továbbra is alakítja majd a sorsát, emlékeztetve lakóit az ember és a természet közötti kényes egyensúlyra.